Nem csak Bolyból, hanem a környező településekről is érkeztek általános iskolások a német nemzetiségi táborba, de olyanok is részt vettek az ötnapos programon, akik nagyszüleiknél nyaraltak éppen. Táncolni szoktunk, kézműveskedni, hát mindegyiket szerettem. Ki akartuk próbálni, hogy milyen itt. Táncolni szoktunk, kézműveskedni és játszani. És mindent szeretek volna. Nagyon szeretek itt kézműveskedni. A néptánc foglalkozásokat a Boly Tánc Együttes oktatója tartotta a gyerekeknek. A Tánc Együttes 2009-ben alakult azzal a céllal, hogy ápolja és őrizze a német nemzetiségi hagyományokat, és megszerettesse a német néptáncokat a gyerekekkel. Mindenképpen nagyon fontos eleve a csapatépítés miatt. Nyilván kicsi gyerekek vannak most ebbe a táborba, de őnekik is nagyon fontos, hogy ez egymáshoz alkalmazkodni tudjanak, hogy tudjanak csoportban gondolkodni. Ugye én a táncot oktatom itt a táborba. A táncnál is nagyon fontos, hogy az együttmozgás, az együtt gondolkodás, ez egy tábor erre egy ragyogó alkalom, mert ugye amikor hétköznapokban hetente találkozunk egyszer egy órát, akkor ez azért nem ugyanolyan, mint amikor egész nap együtt vagyunk, kicsit kézműveskedünk, kicsit táncolunk, de egész nap együtt, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy sokkal többet tudjanak gyakorolni, sokkal több be tudunk finomítani a mozgásokon, minden egyes mozdulatukon. Mivel kicsikről van szó, ebben a táborban ugye elsősorban játékos mozgás van, a ritmusérzéküket, a mozgáskultúrájukat fejlesztem, de elsősorban ugye magyarországi német táncokat tanulunk, sváb táncokat, de itt azért nagyon sok más is van, tehát az, hogy megszeressék azt, hogy táncolni kell, ugye ott nem elsősorban rögtön koreográfiákban, hanem tényleg az, hogy a ritmus, az alapozás meg legyen, az nagyon fontos a későbbiekben. Az oktatókat középiskolás fiatalok segítették, akik korábban szintén a táborban töltötték a nyár egy részét. Én már az előző években is voltam ebben a táborban, és én néptáncolok is, ezért akkor szeretek mindig idejönni, mert itt néptáncolunk és kézműveskedünk, ami szintén kapcsolódik a németséghez. És mindig szeretek ide visszajönni. Így is ki tudom venni a részemet a programokból, be tudok állni táncolni akár, vagy kézműveskedni, és szívesen segítek a gyerekeknek. Otthon anya szokott beszélni a németül, a papa is már egy-két szót németül beszél hozzánk, akkor az Andrés a testvérem tanul németül. Én az iskolában, meg otthon is. Mamám az tud németül, mert ő kiszokott menni Németországba. Anya otthon szokott nekem, meg a mami is. Én kérdezem, hogy mi németül, és akkor azt elmondják. Nekem az egyik nagymamám sváb származású, és én nekem onnan van ez az egész német kötődésem. A német nemzetiségi tábort 2010 óta szervezik meg Bolyban. Idén főként a 7-11 éves korosztályt céloztuk meg. Nagyon örültünk neki, hogy körülbelül 20 gyerek, ennyire is számítottunk, összejött, és nekik is nagyon jó, ugye itt a pandémiás időszak után, hogy együtt lehetnek, közösségben vannak. Én nekem nagyon fontos, a családom is nagyon régóta ápolja a német hagyományokat, a különböző népszokásokat is tovább visszük, és nagyon fontosnak tartom, hogy a gyermekem, aki jelenleg már középiskolási segítőként van itt a táborban, hogy őnek is át tudjuk adni ezeket a szép hagyományokat. A napközit a Bolyi Német Önkormányzat és a Baranyai Német Önkormányzatok Szövetsége támogatta. Nagyon-nagyon fontos, mert a gyerekek itt a német néptáncot, a német népdalkincset tanulják, fölelevenítik ezeket a régi szokásokat, gyönyörű szép plakátokat szoktak készíteni, különböző hagyományokkal kapcsolatosan kirándulásokat szerveznek, és ez nagyon fontos, hogy az általunk fenntartott Bolyi Általános Iskola és a Bolyi Óvoda és Bölcsőde gyerekei a nyáron is részt vehessenek a német nemzetiség által rendezett, német önkormányzat által rendezett táborokban. Idén az idősebb gyerekeknek a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata táborában szerveznek augusztusban egyhetes programot.